Több száz éneklő fiatal, majdnem 30 kórus, ennyien jelentkeztek az Éneklő Ifjúság Szegedi Kórus versenyére. A közel 100 éves mozgalom töretlen népszerűségnek örvend. Szegednek van egy specialitása, hogy nem csak az általános iskolai és a középiskolai kórusok szerepelnek ezeken az éneklő ifjúsági hangversenyeken, hanem mindig 52 éve, amióta én itt vagyok, a főiskolai és egyetemi kórusok is mindig részt vesznek rajta. Tehát 6 éves kortól 18-20-22-24 éves korig szerepelnek az éneklő ifjúságon a fiatalok. A résztvevő kórusok 3-4 számmal készülnek, a műveket saját maguk választják ki. A zsűri a zenei szakmai szempontokat teszi az első helyre, de figyelembe veszi az életkori sajátosságokat is. Mást várnak a 6 évesektől és mást a zeneszakos egyetemistáktól. Természetesen bizonyos mértékig figyelembe veszük az adott iskola adottságait. Tehát egy énekzene tagozatos általános iskolától mást várunk. A legfontosabb szempont az, hogy látszon, hogy a gyerekek élvezettel, tudatosan és azzal az örömmel lépjenek fel, ami miatt ezt az egészet csináljuk, amiért csinálják. Tehát, hogy az énekelni jó, énekelni öröm. Ha ezt a kórus valóban így valósítja meg, akkor ez átragad a közönségre is. A szegedi kórusok produkcióit arany, ezüst és bronz minősítéssel ismeri el a zsűri. A legjobbak aranydiplomát és külön díjat is kaphatnak. Az idei sorozat május 3-án egy gála hangversennyel zárul, ahol a legjobban szereplő kórusok léphetnek újra színpadra.